Szép estét kívánok! Köszöntöm nézőinket az esztendő utolsó agrárműsorában. Vendégem a Tejszakmaközi Szervet és Terméktanács, illetve a Pusztavámi Tejszövetkezet ZRT elnök igazgatója. Tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk. Jó estét kívánok én is! Nos, ugye az elmúlt időszakban nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hol tart a magyar agrárgazdaság, és hát kiderült, hogy egyik oldalról ott volt a koronavírus, másik oldalról azért a hatékony működést, ahogyan is kicsi fogalmaztak, a fennmaradást is veszélyeztette jó néhány olyan folyamat, ami elindult. Gondolok itt, és gondolunk itt elsősorban az inflációra, illetve az input költségek jelentős növekedésére. Itt most az a kérdés számunkra mindenképpen, hogy ez miként érintette azokat a gazdákat, akik tejtermeléssel foglalkoznak. Kezdjük az elején. A költségek drasztikus módon emelkedtek. Miként tudtak mégis talpon maradni? Igen, hát az év második felében, ugyanúgy, mint a magyar agrárgazdaság más állattenyésztő ágazatait, a tejtermelő gazdákat is nagyon nagy mértékben érintette a takarmány áraknak a növekedése. Úgy a zabraktakarmányoké, a tömegtakarmányoké, a fehérjehordozók, premixek ára mindegyik jelentős mértékben emelkedett. Hogyha ez egy mezőgazdasági műsor, akkor itt ezt nézzük, azért tisztában vannak bele, hogy a kukorica ára már 90 ezer forint fölött van, de a többi gabona ára is folyamatosan emelkedik. A tejtermelő gazdaságok ezt a költségnövekedést, és akkor még nem is beszéltem az energiaárak emelkedéséről, ha az egész tájágazatot nézzük, akkor a csomagolóanyagárak, az üzemanyag, a fuvarköltség, a gáz árának emelkedése rendkívüli mértékben, mindegy 50%-os költségnövekedést okozott az év második felében. Ennek a kigazdálkodása természetszerűleg ez rövid távon nem lehetséges, ilyen mértékben a végtermék árat nem lehet emelni. Míg a nyers tejára az elmúlt egy évben nagyságrendileg a 100-110 forintos árról az év mostani szakaszára eljutott a 120 forintos árig, ami egy erős 10 forintos áremelkedés, de ugyanakkor egy 7%-os infláció számolva a reálértéken ez egy minimális emelkedés volt. Ha a bolti polcokat nézzük, ott ennél kevesebb volt az árak emelkedése. A sajt esetében nem ért el a 7%-ot, tehát az infláció mértékét. Ennél alacsonyabb áremelést mondjuk így sikerült elérni, bár a fogyasztók oldaláról ez pont ugye fordítva van. 7% alatti áremelkedése volt a savanyított termékeknek, és a túrónak, illetve a tejfölnek az áremelkedés az nem érte el a 4%-ot. Tudomásul kell vennünk, hogy jelentősen nőttek a munkaerőköltségek, a bérköltségek is, és ha ez még nem lenne elég, egyáltalán a munkaerő hiánya is jellemzi a gazdaságokat. Hogyan lehet ennek gátat szabni, hiszen azt tudjuk, hogy, és önök is úgy fogalmaztak, hogy a terméktanács szerint tarthatatlan, hogy a könnyű, nehéz és például az elektronikai ipar munkaerő elszívó hatása miatt külföldi munkaerőt közvetítő cégekhez kell fordulni. Így van, több tejtermelő gazdaság foglalkoztat külföldi munkaerőt, mongol, indiai, kelet-európai országból bejövő vendégmunkásokat, mondjuk így rendes szerződéssel, de ez nem végleges megoldás. Tehát ezek az emberek ideig, óráig itt vannak Magyarországon, de ez nem egy biztos állás nekik, illetve nem egy ilyen munkaerő tovább megy Nyugat-Európába, illetve Észak-Európába, ahol azért más kereseti viszonyok vannak. Mi mindenképpen azt látjuk, hogy egyrészt a magyar szakmunkásképzésnek a tejipari szakmunkásokra nagyobb figyelmet kellene fordítani, nagyobb beiskolázásnak kellene lenni. Ugyanakkor pedig hát a bérezéssel, illetve az élőmunka kiváltásával tudunk csak ezzel a vonulattal
tulajdonképpen a fennmaradásunkat biztosítani. A fennmaradásról beszélünk. Azt is olvasom, hogy egyre többen döntenek úgy, hogy megszüntetik ebben a formában a tehenészetüket. Mit tehet a szaktárca? Egyáltalán a kormány segítségét igénybe tudják-e venni? Van-e ilyen elképzelés, hogy valamilyen formában a tejtermelő tehenészeket megsegítse? Mi októberben értékeltük a kialakult helyzetet, és utána kerestük meg a kormányzati, tehát az Agrárminisztériumot, és ugyanakkor természetszerűleg a termékpálya többi szereplőjét is, úgy a kereskedőket és a feldolgozókat is a problémáinkkal. A kereskedőket meg a feldolgozókat is érinti ez az általános költségemelkedés, de azt mindenkinek látni kell, hogyha az egész termékpálya nem tudjuk végigvinni ennek a költségemelkedésnek a nagy részét, akkor itt a szereplők sorra ki fognak esni. Amit kértünk a minisztériumtól, hogy a támogatások kifizetését hozza előrébb, ez megtörtént, tehát itt ezzel kapcsolatosan pozitív hírekről tudok beszámolni. Amit még a továbbiakban kértünk, az volt, hogy a beruházásokkal kapcsolatosan, ami a munkaerő tartási kötelezettségre vonatkozik, és amelyik az állatállomány tartási kötelezettségre vonatkozik, szigorú előírásokat enyhítse, ezzel kapcsolatosan az Európai Uniót megkereste a minisztérium, és úgy tudjuk, hogy ebben előrehozott tárgyalások vannak. Ez is egy pozitív dolog. Ugyanakkor az állatjóléti, tehát magát a támogatások emelését nem tudtuk elérni az idei évben. Itt csak egy olyan ígéretet kaptunk, hogy az összes támogatás köze, az állatjóléti támogatás esetében a 2022-es jövő évben lesz némi emelkedés. Ugyanakkor a piacon viszont megemelkedett a nyerstej átvételi ára. Ez köszönhető annak is, hogy a tejtermelők egy része olyan szerződésben van, ami követi a nyugati árakat, és mivel Nyugat-Európában jelentős áremelkedés volt, ezért ezt azok a szerződések, amelyek hozzá vannak kötve az Európai Unió 27 országának árához, ez szívta fölfele a magyar árakat is, és a tejfeldolgozók is tulajdonképpen az utolsó egy-két hónapban már az áruházláncoknál tudtak áremeléseket elérni, amivel elindult egy olyan folyamat, amit mi annak idején októberben azt mondtuk, hogy 135 forint körül kell lenni nyerstej árának az elkövetkező időszakban ahhoz, hogy ne legyen nagy mértékű állatkivágás, és most tartunk ilyen 120-125-130 forint körül, tehát úgy látjuk, hogyha az első negyedévben el fogjuk tudni érni ezt a 130 forinti árat, el lesz ismerve a költségnövekedés egy része, akkor nem számolunk azzal, hogy jelentős állatkivágások lesznek a magyar tejiparban. Ez 35 centet jelent körülbelül a 125 forint. Igen. Ez talán ez ott van az alján, ha európai viszonylatot nézzük. Hát ha nézzük a magyarországi nyerstejárat, akkor az utolsó, a harmadik hátulról nézve a magyarországi nyerstejár, de azt azért látni kell, hogy azt euróban számoljuk, és a forint az euróhoz képest jelentősen ugye romlott, és ez is befolyásolta azt, hogy még évközben hátulról ötödik, hatodikak voltunk, most visszaestünk a hátulról a harmadik helyre, mivel jelentős volt a forint értéknek csökkentése. Nem mehetünk el szó nélkül a szarvasmarha telepek korszerűsítése mellett sem. Vannak-e olyan pályázatok, amelyek ezt lehetővé teszik, hiszen valljuk meg, erre szükség lenne? Vannak ilyen pályázatok, és a tejtermelők jó része ezeket be is indította, de viszont jó részével kapcsolatosan megálltak ezek a fejlesztések, már legalábbis az elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatos költségnövekedések miatt. Itt jellemzően az építőipari költségek emelkedtek ugye nagyon nagy mértékben, és ez nem fedezi már azt a egy évvel ezelőtti állapotot, vagy másfél évvel ezelőtti állapotot, amikor beadták ezeket a pályázatokat, és tulajdonképpen van a termelőknek egy része, amely kivár a beruházás megvalósításával kapcsolatosan, ezért is kértük a minisztériumból azt, hogy egyrészt ezeknek a megvalósítását időben lehessen egy kicsit arrébb tolni, másrészt pedig a szigorú előírásokat az előbb említett két-három esetben mindenképpen enyhíteni szükséges.
Terve vették a különböző termelői csoportok összefogását. Ez mennyiben tud megvalósulni, miként látja? Úgy látom, hogy egyre több termelői szervezet van Magyarországon, illetve a meglévő szervezetekben egyre többen lépnek be. Ez mindenképpen egy jó irány, ugyanis ezt látni kell, hogy jelenleg is Magyarországon van olyan tejtermelő, amelyik 100 forint alatt kap a termékért, van olyan, amelyik 100 forint körül, és a tetejéhoz pedig 130-135 forint körül is kapnak már. Hallottam ilyen szerződés is januártól. Ezek úgy tudnak megvalósulni, hogy egyrészt, hogy az adottságokból, hogyha egy nagyobb termelőtelep van, aki egy maga meg tud tölteni egy kamion, természetszerűleg akkor jobb pozícióban van. Még hogyha nem is szerveződik, mint egy kis termelő, aki mondjuk egy pár ezer liter tejet értékesít csak, de a termelői szerződések együtt tárgyalása is jelentős eredményeket hoz, és a 3-4 évvel ezelőtti elindult új szerződési formákat, amelyikeket két magyar termelői szervezetben lehet tárgyalni, ami azt jelenti, hogy sok termelő egybe tudja tárgyalni a nyerstej átvételi árát, és ezzel jobb pozícióba tud kerülni. Igen, hát ez esélyt ad mindenképpen. Önök úgy fogalmaztak, hogy a tömeges állatkivágások elkerülése érdekében azonnali lépéseket szorgalmaztak. Ebből néhányat emeljünk ki, hiszen ezek rendkívül fontosak, mert kíváncsi vagyok, ugye ez az idei esztendő közepén született meg, de nagyon fontos, hogy sikerült-e lépéseket tenni ennek érdekében. Tehát az első az a tejtermelői támogatások összegének előlegként történő azonnali kifizetése. Ez megtörtént, ugye ezt utána néztem. Az állatjóléti támogatási jogcím mértékének megemelése. Igen, ez, mint hogy az előbb említettem, ez az idei évben nem, de a jövő évben ígéret van rá, hogy ez megemelésre kerül. A beruházási támogatások részét képező állatszám és kötelezettség enyhítése. Igen, erre mondtam azt, hogy ez folyamatban van, tehát az Európai Unióval tárgyalások folynak ennek az előírásnak az enyhítésével kapcsolatosan. És akkor itt van a kedvezményes kamatú állami garancia vállalás. Igen, ez is megvalósult, tehát hogyha a cég hitelképes, akkor ez a kedvezményes kamatozású és egyébként garanciavállalásos hitel lehetőség megnyílt a tejtermelők részére. Nagyon-nagyon fontos az elbírálások, támogatások elbírálásának kifizetések gyorsítása. Erről is esett szó már. Így van, itt az előlegeknek a kifizetése fölgyorsult, ezzel kapcsolatosan több kifizetés is történt, míg ezt májusig kellene kifizetni, ennek a nagy része már decemberi kifizetésre kerül. Igen, Nagy István erre ígéretet tett, így is történt. Én az utolsóra kaptam fel a fejem, hogy érdekérvényesítő képesség erősítése. Ezt miként lehet megoldani, hiszen ehhez kell valóságosan az összefogás, amiről ön is beszélt, tehát a tejterméktanács, a kamarák, illetve a szaktárca közösen együtt gondolkodása. Így van, hát ezek az egyeztetések ezután a sajtóközlemény után felgyorsultak, és úgy érzékeljük, hogy azóta az októberi bejelentésünk után az összes szereplő tulajdonképpen megértette ezt a problémát, és sikerült az áremeléseket, a költségnövekedések nem teljes 100%-ában, de jelentős százalékában hónapról hónapra a késztermékek áremelésével levegőhöz juttatni mind a tejtermelőket, mind a tejfeldolgozókat. Zárásul 2022 jön, milyen esztendőt jósol? Bár tudom, hogy egy jó gazda nem jós, de azért milyen esztendőt szeretnének magukénak tudni? Hát nézze, azt nézzük, hogy mennyi probléma volt az elmúlt két évben, és milyen körülmények között gazdálkodtunk, akkor azt gondolom, hogy ennél mindenképpen jobbat szeretnénk. Hát ugye a járványhelyzet, ami tavaly kezdődött és rendkívül mértékben befolyásolta az elején a tejtermelés, nem is a tejtermelés részét, hanem a tejfeldolgozás, a fuvarozás, a külkereskedelemben voltak jelentős problémák, amiket átvészeltünk, és tulajdonképpen azt mondhatjuk el, hogy a magyar tejágazat ezt az elmúlt két évet
egyrészt túlélte, másrészt pedig soha nem rosszul mondom, 15 éves csúcson van a magyarországi tejtermelés. Újra elértük a 2 milliárd kilogramm mennyiséget, amelyiket ezelőtt 15 évvel értünk el. Az, hogy ezt meg tudjuk tartani, és a jövedelmezési pozíciónkat emelni tudjuk, ez egy nagyon fontos dolog lenne. Túl optimista ebben a helyzetben azért nem vagyok, mert még mindig van egy tervezési időszakban egy olyan, például olyan pont, például a műtrágya, hogy mennyi műtrágyát fogunk felhasználni a Földön, és annak mi lesz az ára, és azt hogy tudjuk lekötni. Ez egy nagyon bizonytalan tényező, ugyanakkor az is bizonytalan, hogy fog folytatódni ez a járványhelyzet. Az is bizonytalanságra ad okot, hogy mennyire fognak tovább emelkedni a költségek, mert ezek a jelenlegi áremelések még mindig csak az elmúlt költségeket tudják valamennyire kompenzálni, de az elkövetkezendő költség emelkedések, ha lesznek, akkor abban reménykedünk, hogy ilyen arányú növekedés már nem lesz, abban is reménykedünk valamilyen szinten, hogy visszarendeződése is lesz ezeknek a főleg energiaköltségeknek, meg a takarmányoknak is. És én a magam részéről az utóbbi 3 hónap eredményeit látva optimista vagyok. Én azt úgy látom, hogy a magyarországi tejtermelők derék hada az el fogja tudni érni azt a 130 forint fölötti árat, nyerstej árat, amelyikkel biztosítani lehet azt, hogy ne legyenek Magyarországon tömeges tejhasznú tejhén kivágások. Nos, hát én ehhez kívánok új esztendőt, boldog új esztendőt, hiszen tudjuk az élet, a tej élet, erő, egészség, tehát erőt, egészséget önöknek, és jó munkát, és bizakodjunk mondjuk, hogy omikron és 5. hullámtól mentes 2022-t. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen, és én ugyanezt kívánom önnek is, és a tejfogyasztóknak is, ugye, hát mert fogyasztás nélkül tejtermelésre sincs szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót. Réti Majorban jártunk, az Aranypont ZRT is készül természetesen a következő esztendőre. Ugye most a kellős közepén vagyunk már, hiszen karácsony után a halárak nőttek, az idei év számukra is meglehetősen nehéz volt, többek között erről beszélgettünk Lévai Ferenccel, tartsanak velünk. Az esztendő vége mindig fókuszba kerül a hal fogyasztása, karácsony lévén az adventi ünnepek egyik kedvenc csemegéje nyilván. Sajnos csak karácsonykor, és függetlenül attól, hogy ki mindenki tesz nagyon sokat azért, hogy a hal fogyasztás nőjön, ez még talán várat magára, bár jó úton járunk, mondom én. Minden esetre az Aranypont ZRT mindenképpen sokat tesz ezért. Milyen volt ennek tükrében az idei év? Hát annak örülünk, hogy elmúlt. Sok olyan évünk van, amikor az ember azt mondja, hogy hát nem volt jobb, mint a tavaly, de ez még elment. Az idei év az egy fekete év sajnos. Reméljük a vége már szép lesz, hiszen ez már a végjáték. A magyar halfogyasztás mintegy 35-40%-a ilyenkor fogy el a túlgazdaság és az akvakultúrás termelés együtt. És hát ahogy mondtad is volt, hát bizony az a baj, hogy ez most ünnep. Pedig fordítva kéne lennie, minden ünnepen halat kéne ennünk, legalábbis minden pénteken, mert ugye péntek volt a bőjt ünnepje, amikor mindenki halat fogyasztott. Még az ánti világban is így volt ez, még akkor is, hogyha az üzemi konyhán általában húst főztek pénteket, dafke is, pedig hát nem volt olyan nagy húsbőség még mondjuk a 70-es évek elején. Nem volt jó évünk, de senkinek se a magyar mezőgazdaságban szinte. Talán a bor az, ami jó évjárattal dicsekedhet, mert nem mennyiség, hanem minőséget az idén borból. Nekünk is szerencsére van egy kis másfél hektáros bioszőlőnk, ami alatt illeti 3 csapás is sújtott bennünket. Az első volt az asszály, de ez mindenki sújtott. Sajnos a felszíni vizek jó része a Dunántúlon különösen alatta magadta sok 10 évi átlagnak. A feleset telett föl vízzel a tél alatt, hiszen nem volt a télen csapadék. Nagyon-nagyon ritka az, hogy se hó, se eső, semmilyen formában egész télen nem volt tavaly csapadék. Aki visszaemlékszik rá, hát mi sajnos vissza kell, hogy emlékezzünk, azt látta, hogy bizony a május végén jött meg a csapadék az utolsó percbe, de
addigra már annyira erős volt a vegetáció, minden kinőtt gabonák, hogy nem folyott le a víz. A száraz föld úgy nyelte el a vizet, hogy az esőcseppek szinte rohantak lefelé, hiszen abban a száraz talajban pillanatokon belül elitt, amit nem láttam még egyetlen nedves aljú árkot se, pedig a sárétében azért lefuttak a vizek, ha valahol itt látni azt, hogyha egy komolyabb csapadék van. Nagyon kevés volt a csapadék. A másik már csak ebből adódó két probléma is, hogy óriási volt a párolgás. Emlékszünk arra, hogy májusban még ugyan be kellett gyújtani, annyira hideg volt a tavasz, ez a hideg tavasz is az egyik probléma gyökerünk volt, hiszen a halnak kora tavasszal az a hatalmas planktonbőség természetes táplálék, az apró kis rákocskák rajzása az, ami a legfontosabb tápláléka. Ilyenkor a fehérjén ingyen nő meg a halunk, és ugye a halhúg többek között azért egy fantasztikusan gazdag tápanyagokba, mert ugye a természetből gyűjti be ezt a fehérje tartalmú táplálékot, omega-3-as zsírsavakat, aminósavakat és minden olyan eszenciális dolgot, amire a halnak is, és az őt elfogyasztó embernek is óriási szüksége van. Hát ez is kiesett, mert hideg volt a tavasz, és kegyetlenül fáztunk, nem csak mi, hanem az egész természet. A következő hőség szintén nem használt. Napi 2-3 cm-es párolgás, jónak mondom itt a megyébe, hiszen a Velencei tó katasztrófáját élte meg, az utolsó 50 év katasztrófáját ezzel a rendkívül kicsi vízzel és az ottani halpusztulásokkal. Szóval nincs a helyzetünkben semmi, mondhatnám a dallal, amit ne lehetett volna egy kissé jobbá tenni, de semmi nem múlott rajtunk. Igen, a mezőgazdaság egy rendkívül kitett ágazat, itt egyszerűen nem te vagy a gazda, megtehet sok mindent a jó termésére, a jó halászatért, de az alapvető dolgok, például a vízellátás, időjárás, az bizony nem rajtunk múlik. Hát ehhez még járult az is, hogy természetesen ilyenkor a halfogyasztó madarak többsége az itt van nálunk a halastavakon, az egész megyében, vagy az országban, hiszen a természetes vizeken lévő halállománynak mintegy 100-szorosa van egy halastavon, addig míg a Velencei tó átlagos hektáronkénti hal termőhozama 30 kg, addig nálunk ennyit helyezünk ki egy hektárra, és ilyen 8-900 kg-nyi hal van. Érthető, hogy a terített asztal vonza a halfogyasztó madarakat, a vidrát, a kormorát, az összes génfélét, ami egyébként gyönyörű és tarka látvány, mikor reggel fölröppen egy gyönyörű fehér hatalmas gémcsapat, de hát aznek a reggeli ebédje meg a vacsorája az a gazda költsége, és addig, amíg a halnak egy másfél méteres víznél legalább a középső részek védve vannak a halak, addig az idei évben hát bizony nem volt a középső részek, 60-70 centis vízbe kellett a halnak meghúzódnia, és hát ugye a régi mondás, hogy kis víz, kis hal, nagy víz, nagy hal, ugye általában ma már nem is hektárba mérik a halastó területet, hanem köbméterben mennyi víz van benne, hiszen a vízben lévő életé és táplálkozó lehetőség az, ami a halhúshozamot adja. Hát azt kell mondjam, hogy nincs mivel dicsekedjünk, ehhez járult a katasztrofális emberhiány, szóval egyszerűen ebbe a térségbe olyan szinten nincs ember semmire, hogy az egyszerűen elrettentő, és nem tudunk olyan szinten gépesíteni, hogy mindenkit ki tudjunk váltani, aki kézzel dolgozik. Nem sok mindent mond a hallgatóknak, vagy a kedves nézőknek, de azért hadd mondjam azt, hogy 1200 hektárt kell az idén halásznunk. 4 emberünk van. 4. Ezek közül senki nem tud hálót állítani. Nagy Gábor helyettesen, kollégám, meg jó magam tudunk egyáltalán hálót fotózni. Olyan szinten kiment az emberi, a humán erőforrás a kezünk közül, hogy itt már nem az a kérdés, hogy mennyit fizetünk, hanem kinek, nincs kinek. A fizikai munka annyira degradáló dolog lett, mint nem is félni kellett volna tőle. Éppen egyik hasonlókorú kollégámmal beszéltük, hogy hát bizony én 40 éves koromban, amikor még állami gazdaságban dolgoztam és igazgatóhelyettes voltam, hát többet voltam öltönyben, meg göncbe, ruhába, nyakkendőbe, mint most, amikor magam ura vagyok, mert bizony nem egyszer fordul elő egy héten, hogy amikor kevesen vagyunk, akkor föl kell venni a gumiruhát, aztán bele a vízbe, aztán segítsük ki gyorsan addig, amíg a tanyát összeállítják, amíg a hal kézbe kerülhet, addig bizony 3-4 ember nem elég, akkor se, hogyha gépi munka ott van hozzá. Nehogy félreértsék, ez nem panaszkodás, csak azt mutatja, és én nagyon örülök annak, hogy fizikailag ilyen aktív lehetek még, és nekem ez örömforrás, nehogy panaszkodásnak vegye bárki, de azért az elképesztő, hogy az öcsémet kellett, aki szintén nyugdíjas, befogni a kertészkedésre, hogy le legyen vágva a fű, hogy meg legyenek nyitva a bokrok. Két nyugdíjas hölgy van itt nálunk, aki ellátja a területnek a gondozását, a virágöntözést, a tápanyagozást, a muskát takarítását, az, hogy valami szép legyen és mutatós, ahhoz bizony erőre van szükség.
Hát, ha össze lehetne foglalni az évet, akkor azt mondanám, hogy adj Uram Isten, csak ilyetne. Szóval ennél biztos, hogy jobb évszak jön, vagy jobb idő jön, már csak azért is, mert most az őszi csapadék már több. Még mindig nem folyik meg sehol a víz, de már telítődnek a talajok, nagyon szépek a gabonák, látszik az, hogy a haták jobb állapotban sokkal, mint tavaly ilyenkor, és hát nekünk az is nagyon fontos még, hogy ebbe az évben a takarmányárak 40-50%-kal drágultak, meg van, ahol 100%-kal. A magyar állattenyésztésnek egy kegyetlen éve lesz a következő év, mert fizikailag sincs ide bent elég takarmány, és az ára is olyan, amit a mai állattartásból származó magyar termék nem bír el. Nem lehet 500 forintos sertést adni akkor, amikor a takarmányárak megduplázták magukat. Tavaly 46 és 50 ezer között volt a kukorica, ma 100 ezerért nem lehet kapni egy tonnányi kukoricát, és ez mindenre igaz. Mi még valahogy majd próbálunk egy kicsit visszamenni azokba a 60-as, 70-es évekbe, amikor sokkal többet adtunk a tápanyag utánpótlására a vizeknek, robbantó kis kompresszorokkal kevertük a feneket, visszaadtuk az iszappal, visszapörgettük az iszappal azt a foszfort nitrogént, ami ott van még tartaléktápanyagként. Ha meleg lesz a tavasz, akkor ezzel sokat tudunk javítani a helyzetünkön, de valamennyit takarmányoznunk kell, és ilyen takarmányárak mellett befog, ahogy minden más ágazat is drasztikus áremelésekre készül, és én félek, hogy többek között olyanok, mint amilyen a sertés is, be fog lakomlani. A baromfi mindent kibír. A halnál kényszerpályák vannak, hiszen én nem tudom megtenni azt, hogy az egyéves, meg két éves halmat nem teszem tovább, és nem nevelem tovább, de például a sertés az nagy valószínűséggel be fog omlani. Nincs a kezemben a megoldás kulcsa, nehogy félreértés legyen, meg ötleteim sincsenek hozzá, csak azt látom, hogy ezek a folyamatok az idei évben a mezőgazdaságot bizony nagyon keményen sújtották, és ahogy említettem is volt az elején, hát bizony ez fekete esztendőnek számít a halászat történetében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket ebben az egész 2021-es furcsa, nehéz évben. Maradjanak továbbra is velünk, találkozunk 2022. január elején. Minden jót, boldog új évet, viszontlátásra!